Polgármestere Bartucz Máté elmondta, az eseményen idén a hagyományokhoz próbáltak visszanyúlni. Szeretünk volna egy olyan majálist rendezni, ami visszaidézi a régi múltat, egy igazi retro majálist, gyermekprogramokkal, felnőtt programokkal, gyerekeknek vannak sportversenyek, csapatversenyek, egyéni versenyek, a felnőtteknek főző, nem is verseny, de egy ilyen közös főzőcske. Vannak felnőtt programok is, mint sörivó verseny, feleségcipelő verseny. Úgyhogy egy ilyen elég komplex programot tudtunk idén összerakni. Magam is részt vettem a feleségcipelő versenyen, és olyannyira sikerült, hogy meg is nyertük a párommal. Ennek nagyon örülök. Szerencsére nagyon sokan eljöttek. Ugye az egyesületek föl voltak kérve, hogy jöjjenek főzőversenyre, mindenki elfogadta a meghívást, ezen felül még baráti társaságok is jelentkeztek. Az önkormányzat minden csapatnak biztosított 5 kg sertéshúst, amiből bármilyen ételt elkészíthettek. Verseny nem lesz, de mindenki fog kapni egy oklevelet, hogy köszönjük, hogy megjelentek a programunkon. Rengetegen, több mint 300-an részt vettek a főzőcskébe, és a további látogató is több száz fő, tehát egy 500 fős rendezvényen számolunk. Nagyon örülök én is, örülök, hogy ilyen jó idő van, most nem sokára tűzoltó bemutató lesz, aztán a programokat majd egy happarti várja a gyerekeknek, de időközben még lesz cukorágyú, ingyen fagylalt volt a gyerekeknek, úgyhogy megpróbáltunk mindent megtenni, hogy mindenki jól érezze magát. Jó, önkormányzat is indult a főzőcskén, kértem a kolléganőket, hogy mi is indítsunk egy csapatot, ilyen még nem volt, de nagyon jó hangulatban telik, úgyhogy ez rendszeressé fog válni. Ez egy sűrített levegővel működő ágyú, amiben bele lehet 1 kg cukrot tölteni, és amikor kibiztosítjuk, akkor a sűrített levegő az fölnyomja a magasba a cukorkát, és lepotyog az égből, és a kisgyerekek örülnek és összeszedik. A háttérben láthatjuk ezt a középkori küzdősportot, a soft buhurtnak mondják, ez egy feltörekvő küzdősport. Szomszéd településen van egy ilyen egyesület, nemrégiben a sportcsarnokunkban volt egy nemzetközi verseny ebből a sportból, és megkértük őket, hogy jöjjenek ide hozzánk is egy bemutatót tartani, örömmel elfogadták a meghívást, ezen kívül ijászkodni is fognak, bemutatókat tartanak, és az érdeklődők is beöltözhetnek és kipróbálhatják ezt a sportot. Neubauer Antal Nagymányokon él. Úgy véli, hogy az önkormányzatnak sikerült a közösséget összefogni, amire az utóbbi években nem volt példa. A mai rendezvény szerintem kimondottan jól sikerült, tehát az előző évjekhez összehasonlítva. Az önkormányzat, illetőleg sok civil egyesület képviselője jelent meg. Rendkívül színvonalas programot alakítottak ki. Ebben hozzátartozik tehát a civil szervezeteknek a főzése, sörívó verseny, egyéb felnőttes gyerekjátékok, későbbiekben happartinak a szervezése. Tehát a Glückauftan csoport tagjaként főztünk, illetőleg egyéb civil szervezetek is főztek a mai napon, illetőleg sütöttek. Babujást, illetve az önkormányzat biztosította a sütéshez szükséges húst. A résztvevők az egyéb köreteket, salátákat, illetőleg egyéb desszerteket. Nagyon jó hangulatba telt, és tényleg ez a főzés teljesen összehozta egyéb civil szervezeteket, csoportokat. Kedvencem a sült csirkecom, illetve a sült csirkemell grillen való megsütése, a tagok által hozott egyéb köretek, salátáknak az elfogyasztása. A nagymányokiak nagy kreativitással és összefogással szervezték meg a majálisukat, ami kiemelkedett a rendezvények soraiból.